Kedves nézőink, a Tőlünk Nektek című műsorunkat látják, ami a Kabai János Általános Iskola életéről fog szólni. Én Fehér Anna Kincső vagyok. Én pedig Munkácsi Réka. Iskolánkban egy héttel ezelőtt volt a papírgyűjtés, és a legeredményesebb osztályból 2 gyerekkel fogunk beszélgetni. Számítottatok-e arra, hogy megnyeritek a papírgyűjtést? Hát igen, mert azért elég sok papír gyűjt össze. Mennyi papír gyűjtöttetek összesen? 2,2 tonnát gyűjtöttünk, és hát azért azt... Az elég sok. És ki hozta a legtöbb papírt tőletek? És mennyi volt? Szűcs Nikolett hozta, és ők pontosan 1,5 tonnát hoztak, azt hiszem. Sziasztok! Most egy 6. D-s osztályos tanulóval fogok beszélgetni. Hogy hívnak? Rozgonyi Dórának. Ők nyerték meg a papírgyűjtést, az ő osztályuk, és mennyire voltatok meglepődve, hogy ti nyertétek meg? Hát, mivel az egyik osztálytársunk nagyon sok papírt hozott, ezért igazából számítottunk rá, de így is nagyon nagy öröm, így. És van-e már terve, hogy ezt az összeget mire fogjátok elkölteni? Hát valószínűleg valami osztályi kirándulásra, vagy ilyen bútorokra, kellékekre fogjuk költeni. És mennyire örültetek ennek, hogy ti ezt megnyertétek? Hát nagyon örültünk. És honnan sikerült nektek ennyi papírt összegyűjteni? Szűcs Nikolett osztálytársunk anyukája boltban dolgozik, és ő hozta a papírt a raktárból. Egy 8. D-osztályos tanulóval beszélgetek. Hogy hívnak? Losanci Laura. Ő ott volt végig délután a papírgyűjtésen, és olyan kérdésem lenne hozzád, hogy milyen hangulatban telt az egész? Nagyon jó hangulatban telt, jó közegben voltunk, jól éreztük magunkat, sokat nevettünk, és hát jó volt, bár a végére nagyon elfáradtunk, és nagyon nagy por volt. A többi évekhez képest sokkal több papír gyűlt össze? Igen, sokkal. Tanári kérésre vagy saját döntésből maradtatok itt délután? Saját döntésből, de kellett, hogy a tanárok megkérdezzék, hogy megyünk-e. És megérte itt maradni? Mert hogy mondtad, hogy jól éreztétek magatokat. Meg, szerintem abszolút megérte. Hát nagyon-nagyon jó volt. Családias légkörbe voltunk, úgyhogy... És inkább csak egy ilyen kis délutáni programnak, vagy munkának fogtátok fel az egészet? Munkának is, és délutáni programnak is, mert ugye már említettem, hogy nagyon-nagyon jó hangulat volt, de viszont tényleg nagyon elfáradtunk, és a végére már teljesen rosszul voltunk a papír látványától. Rendben, köszönöm. Tiszavasvári Kabai János Általános Iskola igazgatójával vagyunk itt. Köszöntöm igazgató urat. Mit szól ahhoz, igazgató úr, hogy elkezdtük ezt a műsort ketten osztálytársammal? Fölöttébb boldog vagyok, hogy ilyen ügyes gyerekeink vannak, és már a média világába is be tudnak kapcsolódni, és nem csak a tanulmányi és sportterületen jeleskednek. Úgyhogy büszke vagyok rátok. És akkor gondolom, igazgató úr támogatja is ezt a műsort. Sőt, kifejezetten szeretném, hogy csináljátok. Köszönjük! Köszönjük szépen ezt az elismerést, és igazgató úr szívesen szerepelne a mi műsorunkban továbbiakban is? Én bármikor rendelkezésetekre állok, amikor szeretnétek velem beszélgetni, és hogyha a munkám engedi. Köszönjük szépen! Köszöntöm a Tiszavasvári Általános Iskola alsós igazgató helyettesét. Én is köszöntöm a nézőket, Dudásné Bódor Erika vagyok. És az alsós osztályoknak milyen program van az újrahasznosítással kapcsolatban? Ugye minden évben kötelező most már egy napot a pályaorientációra szánni. Nyilván ez a kicsi gyerekeknél még annyira nem aktuális. A felsősök ugye ilyenkor elmennek a nyílt napokra. Alsó tagozatban pedig az újrahasznosítással foglalkozunk. Különböző anyagokat használnak fel a gyerekek, és készítenek például a teljes poharakból játékot, amivel tudnak játszani, vagy az eldobásra kikerülő CD-kből különböző díszeket. Ugye ez azért is fontos, hogy lássák a gyerekek, hogy abból, amit egyébként a szemétbe kidobnánk, és a természetet
vagy károsítanánk vele, abból lehet érdekes játékokat vagy szép díszeket készíteni, és nem feltétlen kell a kukába kidobni, de ugyanígy ugye felhasználják például a PET palackokat is. És miért fontos, hogy már a kisebb gyerekek körében is tudatosítsuk, hogy a újrahasznosítás milyen fontos és lényeges a mai világban? Én azért azt gondolom, hogy már a pici gyerekeknél, ha elkezdjük ezt, ma nagyon sokan csak beszélnek a környezetvédelemről, a természetvédelemről, de igazából keveset teszünk érte. Ha ezt már alsó tagozatban, első osztálytól elkezdjük, sőt, itt már ugye a szomszédban, az óvodában is vannak erre programok, akkor bízunk benne, hogy belsővé válik, és hogy ezek a gyerekek, ugye ez a generáció már a saját gyerekeit már a természetvédelemre fogja majd nevelni. Hát reméljük, hogy ez így lesz, és köszönjük szépen a riportot. Én is köszönöm. Milyen felindulásból gondoltátok, hogy ti csinálni fogjátok ezt a műsort? Abból, hogy színesítsük a Vasvári TV-nek a műsorát, és hogy néha legyen szó a mi iskolánkról is, hogy milyen diák élet folyik itt, és hogy milyen színvonalas programok vannak ebben az iskolában. Igen. És például miket gondoltak még az elkövetkező műsorokra? Hát több témát is összeírtunk már így előre. Például lesz nem sokára a jótékonysági bál, szeretnénk majd a karácsonyról, az itteni karácsonyi bulikról, Mikulás bulikról beszélni, illetve a továbbtanulásról, nyelvvizsgákról. Az iskolákban a sportokról, hogy milyen délutáni elfoglaltságokon tudnak részt venni a diákok, és hogy hogyan művelődhetnek az iskolában.